Sziasztok, köszöntelek benneteket a Peti Filmstúdió Szofi Főzős blogja oldalán. Ma egy sárga borsó főzeléket fog nektek bemutatni, ami nagyon egyszerű, és nagyon gyorsan készen van, ha beáztatod előre a borsót, előtte való nap, este, egy egész éjszakán keresztül ázzon, mert így is még egy 45 percet kell főzni. Dupla annyi vízbe áztasd be, mert elég jól felszívja a vizet, és jól mosd át, szűrd le, miután mielőtt beleteszed az edénybe, ugyanis még így is fel fog habozni. Ha akarod, leszeded a habját, ha akarod, nem szeded le a habját, és kétszer annyi vízzel minimum kell főzni, de lehet inkább háromszor annyi vízzel, mint ez a borsónk. Ez egy fél kiló borsó, és én körülbelül egy olyan 3,5 liter vizet biztos, hogy öntöttem rá, úgy főzöm. Egy egész vörös hagyma van benne, és 5-6 gereszt fokhagymát tettem bele. Így főzés kezdetén megvárjuk, míg fölfor, és utána kicsit lejjebb húzzuk a gázt. Én azt mondom mindenkinek, hogy kóstolja meg többször is, tehát több helyről merítsen, mert ugye azért lehet benne öregebb borsó, és lehet, hogy nem egy időbe származó borsokról vásároltunk, és nagyon kellemetlen, mikor kemény a borsó. Tehát meg kell kóstolni, ha akarod összetudni, szóval ha akarod nem. Ez nagyon hígnak tűnik, úgy tűnik, mint a híg lenne. De nem az, mert miután egy picit elkezd hűlni, besűrűsödik. És gyakorlatilag, ha másodszor, mikor enni szeretnél belőle, akkor gyakorlatilag megmarad már a kanál formája, hogy kiveszed a többi közül azt, amit melegíteni szeretnél. Úgyhogy, de visszahígul valamelyest, miután felmelegítetted. Tehát nem, aggodalomra ok nincsen, ha ilyen hígabb. Van, aki berántja, én nem rántom be, mert szerintem teljesen felesleges. Lehet, hogy egy plusz ízt ad neki, de ennek a sárga borsónak eléggé kellemes és jellegzetes íze van. Szerintem kár elrontani rántással és habarással, teljesen felesleges, higgyetek el nekem. És ezt annak mondom, aki még soha életében nem főzött sárga borsót, aki már főzött, az tudja nagyon jól, hogy miről beszélek, hogy gyakorlatilag ezt a betonfőzeléknek hívják, mert ugye miután egy pár óra eltelt, és újból szeretné vele lenni, akkor eléggé kemény lesz. Nem kerül bele semmi más, tehát, mint víz, egy jó egész fokhagyma, vöröshagyma, jó egy pár gereszt fokhagyma, és só, és szépen főzök egy 40-45 percig, és ezzel, hogy én összetúrmixottam, készen is van. Nem baj, ha ilyen híg, mire tálaljátok, megfőzitek mellé virslit, vagy sült húst, vagy akármit, amit szeretnétek, addigra besűrűsödik, nézzétek meg, hogy milyen sűrű. Jó étvágyat kívánok hozzá, sok sikert az elkészítéséhez, és sok-sok egészséget mindenkinek. Sziasztok!